Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A Budapestről érkező Intercity ma kora délután 70 perces késéssel érkezett Pécsre. Információink szerint a vonat elsodort egy embert, aki a sinekhez túl közel tartózkodott. A vonalban Ónódi Géza, a vasútbiztonsági és védelmi osztály megbízott vezetője. Köszöntöm. Ónódi úr, mi történt valójában? Budapest déli pályaudvar Pécs között közlekedő 802-es számú tankes Intercity, amely Dombóvár és Szentlőrinc között áll meg menetrend szerint, szakályhőgyész és kurd állomások között a nyílt vonalon elütött egy hölgyet, aki az élettársával bodzavirágot vagy bodzatermést szedett. A vasúti pályatestnek a jobb oldalán tartózkodott a hölgy. A mozdonyvető kb. 300 méter távolságra vette észre, épp hogy a hangjelzést tudott adni. Erre a hölgy megfordult, és a menetszél lepítette tulajdonképpen ki a hölgyet 5-6 méter távolságra sínszáltól. Ónódi úr, gyakran kell szembesülniük ilyen esetekkel, amikor nem elég óvatosak a vasút mentén közlekedők? Hát sajnos nem csak a nyílt vonalon, hanem a kijelölt gyalogos átjárókon is nagyon sok ilyen személyisérüléses baleset történik, és ami halállal végződik általában. Hát itt a mai esetnél szerencsére csak megsérült. Főleg a balatoni vonalon, a 30-as vonalon történik rengeteg a nyári időszakban, ahol egy-egy szezonban legalább 8-10 ember veszti életét. Az ilyen esetek kapcsán mire hívná fel a nézők, illetve hát a mi figyelmünket és a biztonságunk érdekében? Hát az Intercity-k beindulásával a vonatok sebessége 120 km/h növekedett, és itt az elsodrási határ a Vágánytengelytől 3 méteren belül, tulajdonképpen 3 méteren belül tartózkodni életveszélyes. Most nagyon sokan nem tartják be ezt a távolságot, és nagyon sok embert elsodor a tulajdonképpen ez a menetszél. Ilyen esetek fordulnak elő, és főleg a sorompóknál pedig a figyelmen kívül hagyják a sorompó tilos jelzését. Ebből is rengeteg személyisérüléses és halálos balesetek keletkeznek. Ónódi úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Megalakult a Baranya megyei helyreállítási és újjáépítési bizottság. A szervezet a beérkezett igények alapján igyekszik majd enyhíteni a rászorultak nehéz helyzetén. A szervezet ma tartotta első tájékoztatóját a tapasztalatokról. Mint arról már hírt adtunk, megyénkben is megalakult a helyreállítási és újjáépítési bizottság. A széleskörű együttműködésen alapuló testület kedden az eddigi tevékenységéről tartott beszámolót. Dr. Kékes Ferenc, a bizottság elnöke elmondta, hogy a nyári viharok által okozott károk pontos felmérése a napokban zárul le. Heller János, a Baranya megyei területfejlesztési tanács elnöke tájékoztatást adott a támogatások szétosztásának ütemezéséről. Ez szerint a teljes összeg 20%-át már a jövő hét közepén megkapják az érintett települések, 50%-ot pedig szeptember hónap folyamán utalnak át. A bizottság mellett működő operatív törzs vezetője, Kovács Lajos elmondta, hogy továbbra is várják a vállalkozók és magánszemélyek, akár természetbeni felajánlásait is. Holnap lépnek életbe a munkatörvénykönyvének módosításai, melynek elfogadását heves vita előzte meg. A szakszervezetek szerint nem volt megfelelő az érdekegyeztetés. A törvényt a munkavállalók számára hátrányosnak tartják. Az országgyűlés június 1-én fogadta el a munkatörvénykönyvének módosítását, melyre az elmúlt 5 évben felmerült jogalkalmazási bizonytalanságok miatt került sor. A törvénymódosítás kimondja, hogy csak a 16. életévüket betöltöttek létesíthetnek munkaviszonyt, 15 éves kor felett pedig csak az iskolai szünetben vállalhatnak munkát a fiatalok. A leglényegesebb változások a munkaviszony megszüntetésére vonatkoznak. A szabályozásnak az a lényege,
hogy a felmondást lehet ugyan közölni az úgynevezett tilalmi időszak, tehát betegség, gyermekápolás alatt, illetve az azt követő 15 vagy 30 napon belül, azonban a felmondási idő csak ennek a lejártát követően kezdődhet el. Tehát a tilalmi időszakot mindig követi az egyébként a törvényben meghatározott mértékű felmondási idő. A törvény leltárhiány esetén a személyes felelősséget hangsúlyozza, valamint kimondja, hogy minden intézmény saját maga határozhatja meg, hogy mely nyelvek után fizet idegen nyelvi pótlékot. A szakszervezeteket érinti, hogy a munkaadók nem kötelesek kifizetni a tisztségviselők munkaidőkedvezményének fel nem használt részét, illetve az üzemi tanácsok számára is megengedi, hogy kollektív szerződést kössenek azokon a helyeken, ahol nincs szakszervezet. Az augusztus 18-án életben lévő munkatörvénykönyv módosítás minden pontja ellen a szakszervezetek a gondolat megjelenésétől kezdve tiltakoztak. Ennek az az oka, hogy elsősorban munkavállaló ellenes és másodszorban szakszervezet ellenes intézkedéseket tartalmaz ez a törvény. Nos, a szakszervezetek ebben a helyzetben nem tudnak vele nyugodni, és nem is fognak soha vele nyugodni. Mi végig minden eszközt megragadtunk arra, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak, ennek ellenére a parlament ezt elfogadta. Mi most azt tudjuk tenni, hogy fenntartjuk a véleményünket, Alkotmánybírósághoz fordultunk, és az Európai Szakszervezeti Szövetséghez. Az adótörvény tárgyalása kapcsán az utóbbi hónapokban sokat hallottunk új adónemek bevezetésének lehetőségéről is. Ingatlan, kamat vagy biztosítási adó úgy tűnik egyelőre nem terhel minket, ám a központi adóterhek mellett a helyi adókra is figyelnünk kell. Ilyen például az építményadó. Pécs megyei Ugváros önkormányzata törvényi felhatalmazás alapján 1991-től vezette be az úgynevezett építményadót. Tulajdonképpen a lakások és a nem lakás célú ingatlanokat, épületeket adóztatja. Ez azt jelenti, hogy a lakásokat 80 négyzetméter felett, a lakóházakat, családi házakat 100 négyzetméter felett, és a garázsokat 20 négyzetméter felett. Az adómértéke meglehetősen szerény, 100 forint négyzetméterenként egy évre. Ez azt jelenti, és hát természetesen az adómentes határt meghaladó rész adózik csak. Ez azt jelenti, hogy egy-egy adófizető, nyugodtan mondhatom, hogy 1-2, maximum 3000 forintot fizet évente. Pécset ez az adónem 15 ezer építményt érint, mely után 10 ezeren fizetnek. Az így befolyt összeg az önkormányzat költségvetését gyarapítja, s az idei évben 15 millió forintot tesz ki. Tehát az 1%-át sem éri el a 2,2 milliárd forintnyi más helyi adókból képzett bevételnek. Amennyiben a kormány nem vezeti be a már oly sokat emlegetett ingatlanadót, előfordulhat, hogy az önkormányzat emeli az építményadó összegét, illetve az adózók körét. Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete rákényszerít bennünket arra, hogy ezen a téren is lépjünk, hiszen tulajdonképpen a vállalkozói szféra, a bankok, a biztosítók és a termelő cégek kimaradnak ebből az adózásból. Hamarosan indul a tanév. A felkészülés már megkezdődött az iskolák falain belül, és a szülők is sűrűbben nyitogatják a pénztárcájukat. Hogy hányan, hol, milyen körülmények között és mennyiért mehetnek iskolába, ennek jártunk utána. Az idei 99-2000-es tanévet 32 iskolában 12 ezer diák kezdheti meg a férőhelyek alapján. De még nyár elején 1708-os fejezte be általános iskolás tanulmányait, a márciusi beiratkozásoknál már csak 1500 leendő kisiskolás jelentkezését regisztrálták. Ezen a pótbeiratkozások sem változtatnak, amit egyébként augusztus 23-ától intézhetnek a szülők, akik más iskolába kívánják járatni gyermeküket. És hogy mennyire lesz zavartalan a tanévkezdés? Iskoláinkban még folynak az átalakítási munkálatok, legfőképpen a Kertváros utcai általános iskolára költött a város pénzt. A Berek utcai iskola bezárása, illetve az iskola újraindítása miatt
Itt viszonylag sok tanuló van, és szeretnénk őket olyan körülmények között fogadni, hogy a szülők ne bánják meg azt, hogy itt hagyták a gyerekeiket. A tankönyvek érkezéséről az az információnk, hogy ez folyamatos. Különböző helyekről rendelték meg az iskolák a tankönyveket a különböző tankönyv előállító cégeknél. Ezek teljesen változó időben hozzák a tankönyveket. Elég jelentős támogatást kaptak a cégek is, és hát az iskoláink is kapnak ilyen jellegű támogatást. Ez mérsékli a szülők terheit, de a tavalyi évhöz képest nem várható semmiképpen átcsökkenés. Árcsökkenés az egyéb iskolai felszerelések terén sem várható, és úgy tűnik, a szülőknek alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk, hiszen ha mindent egyszerre kell megvenni, a legolcsóbban 5-6 ezer forintból jön ki az iskolatáskába való, és az igényesebb termékekért akár a dupláját is a pénztáraknál hagyhatjuk. Tavaly kicsit előbb kezdődött a forgalom. Most úgy néz ki, hogy megvárták az emberek a napfogyatkozást, és hát úgy gondoljuk, hogy 20-a utánra tevődik a nagyobb része forgalomnak, azt hiszem szabadságok és egyéb dolgok belejátszanak. Kicsit az utolsó pillanatra hagyják ma, úgy érzem legalábbis. Választék jónak mondható, tavaly is jó volt, az idén talán még nagyobb a választék, tehát azzal nem lesz probléma. Különösen a nyári időszakban, nyaralás előtt vagy után okoz problémát a vasútállomás területén és környékén a parkolás. Az ember ilyenkor kénytelen tilosban parkolni, de meddig és főleg mennyiért? A helyszíni bírság összegéről és napi gyakoriságáról, valamint a parkolás megoldásáról kérdeztük az illetékeseket. A vasútállomás környékén szabályosan parkolni nem egyszerű feladat, ezért sokan a táblák ellenére tilosban állnak meg. Mennyire jelent gondot itt az állomás környékén parkolóhelyet találni ilyenkor, amikor utaznak? Hát eléggé, nagy, nehéz csomagokkal jött a család, és hát tulajdonképpen közelebb. Igaz, hogy tilosba állunk, mert várakozni tilosban itt nem szabadna megállni. Elég sűrű problémát okoz. Itt tudod, hogy tilosban parkolsz? Tudom, de nem maradok sokáig. Amennyiben 5 percnél tovább húzódik a várakozás, és épp arra jár egy közszerület felügyelő, akár 10 000 forinttal is laposabb lehet a pénztárcánk. A pécsi közszerületesek viszont saját bevallásuk szerint 2 000 forintnál magasabb helyszíni bírságot nem szabnak ki. A vasútállomás környékén való parkolás megoldására 2 évvel ezelőtt a közgyűlés elfogadta az indóháztér rendezési tervét. A Mártírok útjától északra fekvő terület önkormányzati tulajdonban van, erre is a MÁV területeire vonatkozik a rendezési terv. 5-600 férőhelynyi parkolót, amelyből az egyik a MÁV területen önmagában 300 férőhelyes, aztán tartalmaz a felvételi épület előtt egy taxiállomással kombinált személygépkocsi parkolót, ami viszont nagyon közel van a jegyvásárláshoz. A Jókai utcában az autóbusz parkolók helyett buszmegállók és új személygépkocsi parkolók létesülnének. A grandiózus tervek megvalósultával talán nem kell majd a vonatjegy árába bekalkulálnunk a több ezer forintos parkolási bírságot. És végül egy olyan hír, mely miatt bizonyára sokan bosszankodtak. Az elmúlt 2 éjszaka szokatlan sötétség borult a városra. A Mecsekoldal, Belváros, Uránváros és Kertváros egyes részein csak a holdfényben bízhattak a közlekedők. A közvilágítás ugyanis nem működött. A Dédász illetékesei kérdésünkre elmondták, hogy az üzemzavarokat még vizsgálják. Valószínűleg több fővezeték egyidejű meghibásodásáról van szó. Mindenről bővebben későbbi kiadásunkban tájékoztatjuk Önöket. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, de ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, hiszen rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Egyetemisták, kollégiumi szobák, albérletek. Lezárultak az idei egyetemi kollégiumi felvételik. A város felsőoktatási intézményeinek 6 kollégiumában közel 3500 helyet osztottak szét a diákok között.
Sokaknak azonban albérlet után kell nézniük. A folyamatosan emelkedő árak mellett a diákszálokról kiszorultaknak nem lesz olcsó az egyetemi élet. Jövő héten érkezik a támogatás. A júniusi és júliusi viharok komoly, több milliós károkat okoztak Baranyában is. Megyénk 37 települése részesül rövidesen kormányzati és megyei támogatásban. Az első előleg, azaz a támogatási összeg 20%-a az ígéretek szerint már a jövő héten az önkormányzatoknál lesz. Tetőbontó rágcsálók. Évről évre egyre több nyest talál búvóhelyet a pécsi belvárosi házak padlásain. A három éve még védetnek minősülő állatok teljesen hozzászoktak a városi élethez, és úgy tűnik itt is maradnak, mivel kiirtásuk szinte lehetetlen. További részletek tehát a holnapi Dunántúli naplóban. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős lesz, csapadék nem valószínű. Mérséklődik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 19 fok körül alakul. Reggelre pára és kötfoltok képződhetnek. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak időnként növekszik meg a gomoly felhőzet, és egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. Napközben megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet 26 és 29 fok körül alakul majd.